Ugye megszokhattuk, hogy a hónap műtárgyait a Vosinszky-Mór megyei múzeumban általában valami műtyűr. Tehát, hogy nem tudom sajnos jobban fogalmazni, egy nyílhegy, vagy egy kard, vagy valamilyen részlet. De most, ha jól értelmezem, gyakorlatilag a Vosinszky-Mór megyei múzeum épülete a hónap műtárgya. Hát igazából teljesen igazad van, mert általában olyan tárgyat szoktunk választani, ami így önmagában is egy önálló tárgynak fogható föl. Ez a darab, vagy ez a tárgy, amit most bemutatunk, ez a múzeum része igazából, az épület homlokzatáról származó homlokzat dísz, és a valamelyik tatarozáskor kerülhetett le az épület homlokzatáról, és egy építéstörténeti tanulmány készítése közben találtuk meg a múzeumnak a padlásán. Ez az, a homlokzati dísz, ami az épület főpárkányának egy darabja. Ha szembeállunk a múzeummal, akkor láthatjuk, hogy pilaszterek tagolják a múzeum homlokzatát. Tulajdonképpen a pilaszterek már el is választanak egy ma ilyen barna színű, szép domborműves részt. Elvileg e fölött található egy képszék, amiben a hasonló domborműveknek be kéne illeszkednie. Majd, ma ugye a képszékben egyébként a múzeum felirat található. Egykor is az a felirat volt, hogy Tolna vármegye múzeuma. És majd ezt a viszonylag sima felületet zárja felülről ez a gyöngysor keretes darab, aminek ugye a most bemutatott alsó részén pedig ilyen téglalap alakú, kicsit ilyen fűrészfogas részből álló tagolt rész van. Most ez ugye ilyen eléggé építészeti sorozat volt. Tulajdonképpen úgy is hívják ezt, hogy Geison. Tulajdonképpen, ugye ezt mindenki tudja, hogy ez az épület egy neoreneszánsz palota, és tulajdonképpen maga ez a rész is, amit itt most bemutattunk, ez a korai görög építészetből átvett forma, amit a görögök azért kőből készítettek, kőből faragtak ki. Ez az építészeti tagozat is, meg a múzeum többi hasonló jellegű tagozata is kültéri gipszből került kiöntésre, és ha alaposabban megnézi valaki most a vitrínben látható tárgyat, akkor az egykori festésnek a nyomai is rajta vannak. Most csak érdekességként mondom, hogy valószínűleg ilyen tartalék darabként maradt olyan darab is ebből a párkány részből, ami sima, tehát nincsen rajta festés. A 19-20. Században ezeket az elemeket kisebb részekre osztva agyagból formálták meg és kiégették, vagy kültéri gipszből öntötték ki. A május hónap műtárgya kültéri gipszből készült, amit mész alapú színezett festés védett az időjárás viszontagságaitól. Nem lehet tudni, hogy most ez leesett, miért tették el, ugyanis annyira részletes dokumentáció a különböző periódusokban elkészült tatarozási munkákról nincsen, legalábbis egyelőre nem találtam adatot, hogy mely részeit kellett esetleg a homlokzatnak kicserélni, és lehet, hogy újra öntötték, vagy szükség volt arra, hogy újra öntsenek egyes ilyen darabokat, és lehetséges, hogy itt akár beázás is lehetett, vagy leázás, és akkor ugye a tető alatt közvetlenül lévő elem megrepedhetett, és akkor úgy döntöttek, hogy kicserélik. Az intézmény épülete egy olyan létesítmény, ami a vidéki Magyarországon elsőként épült, kimondottan múzeumnak. A tavalyi év folyamán próbáltam ismételten áttekinteni, hogy milyen adatokat vagy milyen dokumentumok is vannak a múzeum történetéből. És nagyon nagy meglepetésemre a Magyar Nemzeti Levéltárnak a Tolna megyei levéltárában olyan eredeti tervrajzok kerültek elő, amit igazából se a művészettörténeti, se az építészettörténeti kutatás nem ismert. Ugye a múzeum tervezőjét kell még itt közben megemlítsem, ugye Sikedánc Albert és Herzog Fülöp volt.
azok a gyűjteményes munkák, amik foglalkoztak a két építésznek, különösen a Sikedancnak a tevékenységével, még arról írtak, hogy eltűntek, vagy elvesztek, vagy lappanganak ezek a tervrajzok és ezek az iratok a levéltárak, illetve akár a múzeumunknak a gyűjteményében. Most, illetve hát a tavalyi év folyamán sikerült ezt megtalálni, egy igen jelentős gyűjteményről van szó, amelynek színezett egyik ilyen homlokzati rajzát éppen a plakáton is lehet látni, amit kitettünk a műtárgy mellé. Tulajdonképpen ez adta, ez a nagy lelet, igazából az apropóját annak, hogy próbáljuk előtérbe helyezni egy kicsit ennek az épületnek a történetét. Tulajdonképpen egy csomó olyan új momentumra derítettem fényt itt a levéltári kutatás során, ami rengeteg új ismeretet ad nekünk a múzeum történetéről. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy találtam egy műszaki leírását az épületnek, megvan az épület építése során keletkezett építési napló, ezt szerintem ma is mindenki tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, hiszen itt lépésről lépésre bemutatják, vagy nyomon követik az épületnek az építését. Azonban nem csak az volt a lényeg, hogy a múzeumi tárlatok elhelyezését biztosítsák, úgy tervezték, hogy a vármegyei levéltár is ide kerüljön. A vármegye levéltára, illetve iratai, ugye, amik a megye működését dokumentálják, annak az őrzése is nagyon-nagyon fontos volt. Tehát úgy döntöttek, hogy a múzeum és a levéltár kerüljen egy épületbe, és nagyon-nagyon sokáig így is volt, hogy az volt tervevéve, hogy a múzeum ma könyvtár teremként funkcionáli helyisége lesz az, amelyik a levéltár szerepét betölti. Úgy tervezték, hogy a földszintet összekötik a ma időszaki kiállítótérnek használt termünkkel, egy csigalépcsővel. Na most ezt a csigalépcsőt aztán elég záros határidőn belül kivették a tervből. Na most ennek azért hozadéka is volt, ugyanis ennek köszönhetjük azt a két szobrot, ami a múzeum déli homlokzatán látható, a tudomány és a művészetek ábrázolása, ugyanis Wosinski szívügyének tekintette azt, hogy ez a két szobor mindenképpen jelenjen meg, pontosan azért, hogy jelképezze, hogy ez az épület minek is a hona. Rengeteg irat került elő a levéltárnak köszönhetően, aminek az elemzése még folyamatban van, de az biztos, hogy ezek által sok új részletre derülhet fény a múzeum történetéről.